Akár 80 km per sebességgel is képes a vízen száguldani a makói Páfi László, aki egy igen különleges sportágat választott magának, motorcsónak versenyző. Érdekesség, hogy a hajót hason fekve kell vezetni, amelyen fék nincs, a gázkar elengedésével lehet lassítani az űrbéli járműre emlékeztető szerkezetet. Bukós isak, mentő mellény és egy speciális ruházat védi a kormányzót. Ez egy biztonsági kapcsoló. Úgynevezett bukós ez zárja az áramkört. Ha véletlenül kiesik a hajóból, kirepülök, ennyi. És akkor leáll a motor, nem megy ki a néző közé, mert nem okoz balesetet más hajóban, nem működik össze, azonnal leáll. A 2018-ban alakult Csanádpolotai Kalandorok Motoros Egyesület három tagja, Deli Csaba, Kondi Zoltán és Perneki Mihály hosszú útnak vágott neki a nyár folyamán. Simpson típusú motorkerékpárjékkal az országhatárhoz lehető legközelebb pontokat érintve kerülték meg hazánkat. A nem mindennapi túráról stábunknak is meseltek. Az összkilométer az 2063 km volt hét nap alatt. A, csak a motorozással eltöltött idő az 50 három óra volt. Ez az egész motorozás az hát megte nem volt annyira megterhelő, mivel jóformán csak ülni kellett és csak a gáz húzni. De persze estére mindenki úgy kellemesen elfáradt. A legjobb élmény számomra jelenlegi túra során a legnyugati pont megközelítése volt. Ott hogy nem gyertyába kellett menni motorra, ilyen vízmosott területen. 2021-ben a Magyar Kajakkenű Szövetsége egy akadémiai rendszert indított el, és az országot hat régióra osztotta. A Vajda Attila Regionális Akadémia az Alsó Tisza és a Körösök vidékének egyesületeit fogja össze, melybe Makó is beletartozik. Így a környékbeli gyerekek már egyesületi szinten gyakorolhatják a mozgásformát a Maros folyón. A magazin műsor vendégeként Török Sándor, Maros Vízisport elmondta, szakképzett edzők bevonásával heti három alkalommal evezhetnek a gyerekek a Marosban, a időszakban pedig a hagymatikumban konditermi és úszós lesznek. Céljaink közt ö, szerepel a makói ifjúság minél nagyobb ö, arányának megismertetése a Marossa ö, a vízisporttal, a kajakkenúval, és a kajakkenú sport minél magasabb szintű ö, művelősében, és ezáltal szeretnénk tehetségeket felkutatni az ország és a város számára, ezeket a tehetségeket tovább gondozni, tovább fiatalokat szeretnénk megismertetni a sporttal, egészséges életmóddal, a természet szeretetével, és akkor ez a kettő tud együtt működni, és ebbe én nekem nagyon nagy célom belekapcsolni majd a turisztikát is. Végezetül pedig visszatekintünk a hetedik alkalommal Makon megrendezett Aikido konferenciára is. A Sportélet című magazinunkat ma este 18 óra 16 perctől tűztük műsorra.